Közösen a fejlődésért mintegy 500 millió forintból újult meg a nyíregyházi görögkatolikus papnevelő intézet és a hozzátartozó kápolna. Fejlesztések az állatparkban, húsvétra befejeződhet az új látogatócentrum építése a nyíregyházi állatparkban. Közeleg a határidő, idén is február 15-ig lehet jelentkezni a felsőfokú intézmények szeptemberben induló képzéseire. Közel 500 millió forintból újult meg a nyíregyházi görögkatolikus papnevelő intézet és a hozzátartozó kápolna. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az intézet mellett mintegy 160 millió forintból épült meg az egyház új püspökségének épülete is. Az intézményeket szombaton áldották meg ünnepélyesen. A rendezvényen részt vett Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, aki köszöntőjében kiemelte, az egyház és az állam közösen dolgozik nem csak az egyházi fejlesztésekért, hanem a magyar társadalom felemelkedéséért is. Most még üresen állnak a szobák a nyíregyházi egyházmegye új épületében. Néhány héten belül azonban elfoglalják irodáikat a görögkatolikus intézmény munkatársai, és megkezdődik benne a munka. Az épület közel 160 millió forintból épült. Az új püspökségre az egyház megnövekedett feladatai miatt volt szükség. A dolgozók létszáma növekedése miatt szükség volt iroda bővítésre, hiszen az egyházi iskolák, intézmények, szociális és oktatási intézmények átvételével a feladatkörök is bővültek, ezért szükség volt olyan tárgyalókra, irodai szobákra, oktatási és szociális irodákra, amely most már elkerülhetetlenné vált. A kispapok már elfoglalták szobáikat a megújult papnevelő intézetben. Teljesen új környezet várta őket. A rendszerváltás óta ugyanis az épület nem esett át jelentősebb felújításon. Most nem csak a bútorok és a belső terek újultak meg, hanem új nyílászárókat kapott az épület tetőtere, cserélték a szigetelést, korszerűsítették a fűtést és napelemeket helyeztek el az épületen. De a papnevelde mellett a hozzátartozó kápolna is teljes felújításon esett át. A beruházás közel 500 millió forint európai uniós és állami támogatásból valósult meg. Elsődlegesen a fejlesztésnek az iránya, hogy korszerűbb és méltóbb körülmények között készüljenek a papságra. Úgy érezzük, hogy gyakorlatilag az épület jellege nem változott, de belülről jóval korszerűbb, energetikailag fejlettebb, kényelmesebb, bútorokban teljesen kicserélődött épület várja a fiataloknak a papságra való készületét. Szentelt olajjal kente meg a papnevelő intézet falait Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita, valamint Orosz Atanáz miskolci püspök és Szocska Ábel, a nyíregyházi egyházmegye apostoli kormányzója. Ez is része volt annak az ünnepélyes szertartásnak, amelynek keretein belül a megújult épületeket megáldották szombaton. Az eseményen részt vett Szabó Tünde is, aki az egyház által végzett munka fontosságára, illetve a görögkatolikusok nyíregyházán betöltött szerepére hívta fel a figyelmet. Tudjuk, Nyíregyháza sokat köszönhet a görögkatolikus közösségnek, hiszen a város mai arculata az önök jelenléte nélkül sokkal szerényebb lenne, hiszen teljes oktatási rendszerükkel segítik városunkat, az óvodától a főiskoláig, a felsőoktatásig, a görögkatolikus templomok és a körüljük szerveződő közösségek pedig minden városrészben jelen vannak, és szebbé, jobbá teszik az itt élők mindennapjait. A görögkatolikus egyház és a kormányzat között megerősödött a kapcsolat, emelte ki Sesták Miklós beszédében. A nemzeti fejlesztési miniszter hangsúlyozta, ennek a megerősödésnek számos jele van. Ezen a helyen állva, hálával telten feladatomnak érzem, hogy megerősítsem azt az együttműködést, amellyel a magyar nemzet és a társadalom felemelkedéséért, fejlődéséért az egyház, a görögkatolikus egyház is az állammal, a kormányzattal közösen dolgozik és fáradozik. Ennek megszámlálhatatlan jelét láthattuk az elmúlt években. Szép számmal újultak meg a görögkatolikus intézmények, templomok, parókiák. Sesták Miklós hozzátette, a közös munka reményei szerint nem áll meg, hanem biztosan tovább tart majd a jövőben is.
Több mint 380 millió forintból épül látogatócentrum és hópárduc kifutó a nyíregyházi állatpark területén. A projekt célja, hogy már a belépés pillanatában is élményekkel gazdagodjanak a látogatók. A beruházási munkálatok tavaly szeptemberben kezdődtek, és a tervek szerint már idén húsvétra elkészül az új látogatócentrum. Jelenleg is folynak a munkálatok a nyíregyházi állatpark bejáratánál. Itt épül az új látogatócentrum, amellyel zavartalanná válik a nagy létszámú csoportok fogadása, nő a bejárat áteresztő képessége, csökken a zsúfoltság és a torlódás veszélye. Emellett értékmegőrző szekrény, valamint pénzváltó és bankautomaták is a látogatók rendelkezésére állnak majd. Ez egy 381 milliós beruházás, amihez csak az önkormányzatok 10 milliót kell vállalni, a többi támogatás. Egy új látogatócentrum bejárati rendszer irodánkkal együtt, a Fókamedence kibővítése és a Hópárduc kifutó megépítése is a csomagba tartozik. Ez a nagy fejlesztési csomagunk első eleme, amely március 2-ára, ahogy hallottuk, elkészül, indul a műszaki átadás átvétel, és azt tervezzük, hogy húsvétre, amikor ugye nagyon sokan jönnek ide, már teljesen fogadókész legyen. A projekt másik, jelenleg is futó építkezése a Hópárduc kifutó. A nyitott, fűtetlen építmény falaiban nagyméretű, biztonsági üvegezésű betekintő ablakokat építenek, amelyek tovább növelik a látványt és az élményt. Itt kap majd helyet az állatparkban jelenleg is élő Hópárduc pár. Azonban ez a két projekt csak egy része a 3 éves, összesen 7 milliárd forintos beruházásnak. Hamarosan megújulnak az útjaink, nem sokára előkészítése alatt van, és nem sokára elkezdődik az Indiaház és az afrikai madáröbde, és júniusban, ha minden igaz, átadásra kerül a Hotel Pangai Ökocentrum, amely egy nagyon látványos, különleges, tematikus szálloda lesz, és a nagy tervünk az, hamarosan kiírásra kerül a tervpályázat, hogy építünk egy különleges, interaktív jégkorszak bemutatót. Ez egy olyan nagyszabású, közel 4 milliárdos projekt lesz, ami egyedülálló lesz Európában. Az állatpark igazgatója szerint ezekkel a fejlesztésekkel egy év múlva a vendégek számát a jelenlegi 500 ezerről 600 ezerre növelhetik, és az állatpark teljes bejárása így akár 2-3 napos program is lehet az ide látogatók számára. Két autó frontálisan ütközött Balkány és Biri között hétfő délelőtt. Az okozó jármű valószínűleg egy kanyart követően megsodródott a nedves burkolaton a 28-as kilométerkőnél, és frontálisan ütközött a szemből érkező autóval. A balesetben 3-an sérültek meg, őket a helyszínről kórházba szállították. A két gépkocsi totál károsra tört, a nem mindennapi körülményeket még vizsgálja a rendőrség. Február 15-én éjfélig jelentkezhetnek felsőoktatásba azok, akik a szeptemberben induló alap, mester, illetve osztatlan képzések, valamint felsőoktatási szakképzések valamelyikén szeretnék folytatni tanulmányaikat. A jelentkezéseket kizárólag a felvi.hu oldalon elérhető e-felvételin keresztül lehet benyújtani. Ha a dokumentumokat feltöltötték, a jelentkezést február 20-áig lehet hitelesíteni, ügyfélkapun keresztül vagy nyomtatott formában. Még 3 napig jelentkezhetnek a leendő hallgatók a felsőfokú intézmények szeptemberben induló képzéseire, így a Nyíregyházi Egyetemre is. Ács Ildikó, az intézmény rektor helyettese kiemelte, nem elég 15-éig leadni a jelentkezést, annak hitelesítésére is szükség van, erre pedig február 20-áig van lehetőség. Az elmúlt évben a Nyíregyházi Egyetem átgondolta azt a szakszerkezetet, amelyet hirdetni kíván. Éppen ezért most igyekeztünk a régió, a megye, de tulajdonképpen a szűkebb város igényeit is figyelembe véve csak azokat a képzéseinket meghirdetni, amelyre valós igény mutatkozik. Ezek főként a műszaki, agrár, gazdasági, informatikai, sport képzési területeket jelentik, illetve a nagy csomagot is, hogy mondjam, a pedagógus képzésnek a palettáját kiteljesítettük, tehát most már az óvodapedagógustól egészen a tanárképzésig, a masterképzésig minden szinten jelen van a Nyíregyházi Egyetem. Az idejében az érdeklődők új képzésekkel is találkozhatnak a Nyíregyházi Egyetemen. A felvételi eljárás költségeiben az idei évben nem történt változás, így például 6 jelentkezési hely megjelölésére van lehetőség díjmentesen. A január 31-i pótkötetben 2 új szakkal találkozhattak a jelentkezők, az érdeklődők. Az egyik a szlavisztika alapszak, ukrán szakiránya. Ez tulajdonképpen a már korábban
nálunk jelzett képzésnek egy megújított változatát jelenti. A másik, a közgazdásztanárszak, ez egy teljesen új képzés, ezt az idén pénzügy számvitel szakirányjal fogjuk indítani. Akik valamilyen oknál fogva lemaradnak a február 15-i határidőről, még a pótfelvételi eljárás keretein belül jelentkezhetnek, de ott már csak önköltséges képzéseket kínál az egyetem, így akár milliós összegekbe is kerülhet a továbbtanulás. A Jobbik ellen folytatott reklámkampánnyal szemben a frakciónak nem szándéka a határon lévő kerítés lebontása, közölte Gyüre Csaba, a párt országgyűlési képviselője. A nyíregyházi sajtótájékoztatón az is elhangzott, a Jobbik tervei között szerepel a határ megerősítése és egy hivatásos határőrség állomány kialakítása. A Jobbiknak az a terve, hogy Magyarországra sem szegény, sem gazdag migráns nem jöhet be. Ez azt jelenti, hogy mi sem letelepedési kötvénnyel nem engedjük be a migránsokat, sem pedig más módon. A kerítést fenntartjuk, nagyobb élőerőt összpontosítunk oda. A Jobbik Magyarországért mozgalom létre akarja hozni a határőrséget, és teljes mértékben meg akarja gátolni, hogy migránsok Magyarországra jöjjenek, betelepüljenek. 4 milliárd forintot biztosít a kormány január 1-től az infokommunikációs akadálymentesítés fejlesztésére. Ez Cibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára jelentette be. Ez a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás kiegészítése, amely lehetővé teszi, hogy a hallássérültek a tolmács személyes jelenléte nélkül egy tablet segítségével is kommunikálhassanak. Magyarországon a lakosság mintegy 10%-a szenved különböző eredetű és mértékű halláskárosodástól, köztük több százezer a nagyot halló, valamint 60 000-en siketek. Nekik a jelnyelv segít a mindennapi életben, azonban a magyar jelnyelv csak 2009 óta hivatalos nyelv Magyarországon. A hallássérült személyek számára teljes körű kommunikációs akadálymentesítést a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás jelent. Ez egy 3 éves pályázat, és alapvetően megyei bontású, az azt jelenti, hogy most arra lehet pályázni, hogy a következő 3 évben, 18 április 1-től kezdődően, melyik megyében, melyik civil szolgáltató lássa el ezt a feladatot. A civil fenntartó feladata az, hogy ő foglalkoztassa ezeket a jelnyelvi tolmácsokat, és hogyha a diszpécserhez jelzés érkezik, igény érkezik, hogy mondjuk holnapra az orvoshoz, a hivatalba, okmányirodába, máshova szükségem lenne jelnyelvi tolmácsra, akkor ezt biztosítsa. Magyarországon jelenleg kizárólag Budapesten lehet jelnyelvi tolmács végzettséget szerezni, de az ehhez szükséges lépcsőfokokat különböző megyei tanfolyamokon is el lehet végezni. A SINOSZ minden megyében biztosít erre lehetőséget az erre érdeklődőknek, és ezt követően, hogyha valaki sikeresen elvégzi a jelnyelvi tolmácsképzést, akkor lehetőséget kell találnia, és lehetőséget kell biztosítani számára 300 óra gyakorlat megszerzésére, ahhoz, hogy a tolmács bizonyítvánnyal és a 300 órás igazolással valaki regisztrálhasson a jelnyelvi tolmácsok névjegyzékébe. Ezt követően lehet csak hivatalos tolmácsként elhelyezkedni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2 fő dolgozik főállású jelnyelvi tolmácsként. Országosan jelenleg teljes az igény lefedettsége, azonban a kormány a SINOSZ-szal együttműködve kialakított egy olyan programot is, amely a jelnyelvi tolmács személyes jelenlétét nem teszi szükségessé. Ez a kontaktprogram. Ez azt jelenti, és azt teszi lehetővé, hogy a hallássérült embernél mondjuk egy tablet segítségével egy bizonyos irodában ülve a jelnyelvi tolmács a modern infokommunikációs technológia segítségével tud közvetíteni mondjuk az orvos és a siket ember között, mondjuk egy hatósági ember és a siket ember között. Tehát nem kell ott lennie, hiszen az utazási költség, hiszen az sok egyéb költség, hanem egyszerűen a saját irodájából van ülve a jelnyelvi tolmács ilyen jelenléte, tehát a tableten a jelenléte meg tudja sokszorozni a hozzáférhetőségi esélyt, tehát ez kormány elkötelezett, hogy ezt a programot tovább fejlessze. Erre a infokommunikációs akadálymentesítési programra 4 milliárd forintot biztosítunk január 1-től. Ez megsokszorozza a hallássérültek hozzáférhetőségét, hiszen a fogyatékossággal élő embereknek minél inkább biztosítani kell a teljes társadalmi integrációt. Ezért a kormány programjaként 2019-től növelik a közép- és felsőoktatásban résztvevő hallássérülteknek biztosított óraszámot.
Vereséget szenvedett a budapesti Honvédtól a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1 B 18. fordulójában lejátszott mérkőzésen 95-75-re kaptak ki a fővárosiak otthonában. A nyíregyháziak a hétvégén Debrecenben a HEP Kupa 4-es döntőjével lépnek pályára. A forduló előtt 6-tal több győzelmet számlált a vendégcsapat, így a nyíregyházi gárda számított a mérkőzés esélyesének. Ehhez képest a felújított csarnokába visszatérő Honvéd egy 29-11-es negyeddel indított, ami meg is határozta a találkozó kimenetelét. A második 10 perc ugyan 10 ponttal a cápáké lett, de igazán nem tudott közel kerülni ellenfeléhez a nyíregyháza Blue Sharks. A harmadik negyedet 12 ponttal nyerték a fővárosiak, az utolsó játékrész pedig döntetlennel zárult. A budapesti Honvéd végül 20 pontos győzelmet aratott, a két cápák pedig egy nem várt, fájó vereséget könyvelhettek el. Sajnos nem sikerült megnyernünk ezt a találkozót, és ez nagyon fog hiányozni nekünk, de alapvetően önmagunknak köszönhetjük azt, ahogyan alakult ez a találkozó, hiszen nem abban a stílusban, nem abban a hangulatban kezdtük el a mérkőzést, ahogyan azt nekünk kellett volna. Nagy előnyt adtunk a Honvédnak, ők pedig tűzbe jöttek. Az, hogy utána mi történt a mérkőzésen, sok mindenben természetesen befolyásolta a végeredményt, de nem feltétlenül ez volt az, amiatt mi kikaptunk ezen a találkozón. Nem tudtunk olyan keményen védekezni, ahogyan azt szerettük volna, illetve nem mehetünk el szó nélkül, amellett nem szoktam erre fogni a vereség okát, hogy a fél időben egy teljesen megváltozott a játékvezetőknek a mérkőzéshez való hozzáállása, és a második fél időben teljesen más kép ítélték meg ugyanazokat a helyzeteket, mint előtte, és nagyon nehéz alkalmazkodni ahhoz, hogyha mérkőzés közben változik ez a stílus. Az NB1B piros csoportját az oroszlány vezeti 17 győzelemmel és egy vereséggel, a 13-4-es mutatóval álló Veszprém és a 12 győzelem mellett 6 vereséget számláló Nyíregyháza Blue Sharks előtt. A kék cápák a hétvégén Debrecenben a HEP Kupa 4-es döntőjében lépnek pályára. Meg kell beszélnünk nagyon sok mindent, össze kell rakni a csapatnak a szerkezetét, a hierarchiáját, mert úgy érzem, hogy egy picit megtört az is. Nem igazán gondolom, vagy nem igazán értem, hogy miért kezdtek el most a srácok gondolkodni olyan kérdéseken, amik alapvetően nem befolyásolják az ő jövőjüket, vagy nem kell, hogy befolyásolják a csapatnak a dolgait, de sajnos bizonyos gondolatok megfordulnak a fejükben, amiket tisztázni kell és helyre kell tennünk, hogy megfelelőképpen tudjunk a HEP Kupában az első mérkőzésen már kiállni. A HEP Kupa egyik elődöntőjében a nyíregyháziak a PVSK ellen lépnek pályára szombaton. A találkozó győztes az oroszlány Salgótarján meccs továbbjutója ellen játszik majd a fináléban. Utánpótlás, nevelés, versenyszervezés, pályaépítés, ezek a tavaly év végén alakult nyíregyházi Extreme BMX Egyesület legfontosabb céljai. A 2020-as tokiói olimpián bemutatkozó sportág képviselői sajtótájékoztatón ismertették terveiket. A megyében mintegy 150-en űzik azt a sportágat, amelynek képviselői az elmúlt év végén alakítottak egyesületet. A BMX mellett több extrém sportot, például a sziklamászást, a szörfözést és a rollerezést is kipróbálhatják a vállalkozókedvű fiatalok. A sajtótájékoztatón Újvári Zoltán elmondta, hogy az egykori Vajj Ádám laktanya területén egy 840 négyzetméteres 10 ellenmel rendelkező pályán gyakorolnak, de terveik szerint duplájára bővítik majd a bázisukat. Mivel ez most pillanatnyilag szabad téren van, és az időjárásnak van kitéve, szeretnénk ezt minél hamarabb tető alá tenni, tehát egy olyan zárt csarnokot csinálni, amiben egész évben lehet ezt művelni. Európában három helyen, vagy kettő, vagy három helyen van olyan hely, ahol zárt területen lehet BMX-ezni, és Magyarországon nincs is. Úgyhogy mi szeretnénk ezt elsőként a kezünkbe venni, és irányítani ezt az egészet. Méghozzá magyarországi viszonylatban is, tehát a versenyszervezést is, meg magát ezt az egész komplexumot, ha itt Nyíregyházán meg tudjuk valósítani, akkor mi leszünk az elsők ebben. Ennek komoly, egyébként elég komoly turisztikai vonzata is van, mert a közeli országokból nagyon sok versenyző, rider járna át hozzánk edzeni, versenyezni, úgyhogy van bőven ennek jövője ennek a projektnek. Az Egyesület május 20-án pünkösd vasárnap nagyszabású pénzdíjas versenyt rendez Nyíregyházán, ahol több extrém sporták képviselői mutatják majd be tudásukat. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden.
Közel 500 millió forintból újult meg a nyíregyházi görögkatolikus papnevelő intézet és a hozzátartozó kápolna, valamint az intézet mellett mintegy 160 millió forintból épült meg az egyház új püspökségének épülete is. A rendezvényen kiemelték, de az egyház és az állam közösen dolgozik a magyar társadalom felemelkedéséért is. Több mint 380 millió forintból épül látogatócentrum és hópárduc kifutó a nyíregyházi állatpark területén, a tervek szerint pedig már idén húsvétra elkészül az új látogatócentrum. Február 15-én éjfélig jelentkezhetnek a felsőoktatásba azok, akik a szeptemberben induló alap, mester, illetve osztatlan képzések, valamint felsőoktatási szakképzések valamelyikén szeretnék folytatni tanulmányaikat. A jelentkezéseket kizárólag a www.felvi.hu oldalon elérhető e-felvételin keresztül lehet benyújtani. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 12-én hétfőn, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk havazással. Kedd estig a Kárpát-medence időjárását eleinte okklúziós front, majd egy mediterrán ciklon alakítja. Többnyire nagy nedvesség tartalmú, hideg levegő áramlik térségünk fölé. Az éjjeli órákban is borult lesz az ég. Már az esti óráktól várható havazás, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában mínusz 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is borult marad az ég, további havazás, havas eső várható. Az északkeleti szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Szerdán egy mediterrán ciklon felhőzetéből még további havazásra, havas esőre lehet számítani, majd csütörtökön megszűnik a csapadék, nyugat felől felszakadozik a felhőzet. A hét utolsó napjaiban erősen felhős idő lesz a jellemző. Pénteken, illetve szombaton nem valószínű számot tevő csapadék, vasárnap azonban több helyen várható eső, havas eső, vagy akár havazás is. A hőmérséklet jelentősen nem változik.